Undorodom a pedofiliától, és az egyik leggusztustalanabb bűncselekménynek tartom, ezt mondta Novák Katalin ma egy újságírói kérdésre válaszolva. A köztársasági elnök arra reagált, hogy több ellenzéki párt is lemondásra szólította fel egy korábbi kegyelmi döntése miatt. A DK online petíciót is indított, mert szerintük Novák Katalin méltatlanná vált az államfői tisztségre. Ugyancsak lemondatná a köztársasági elnököt a Momentum és a Jobbik is, amely szerint vissza is kellene vonni a kegyelmet. Az MSP és a DK volt igazságügyi minisztert Varga Juditot is felelősnek tartja, az LMP pedig törvénymódosítást kezdeményez. Az államfő tavaly tavasszal a Bicskei Gyermekotthonban történtekkel összefüggésben adott kegyelmet egy olyan elítéltnek, aki hatósági eljárásban elkövetett kényszerítés kísérlete miatt kapott börtönt, és akkorra a büntetése nagy részét már letöltötte. Novák Katalin most azt mondta, az elnöksége alatt nem volt és nem is lesz kegyelem a pedofiloknak. Több mint egy évtizede a közéletben, és három gyermeknek az édesanyjaként is a magyar családok és a gyerekek mellett állok. Három gyermeket szültem, és három gyermeket nevelünk. Undorodom a pedofiliától, és az egyik leggusztustalanabb, legsúlyosabb bűncselekménynek tartom. Az én elnökségem alatt nem volt, és nem is lesz kegyelem a pedofiloknak, ez így volt ebben az esetben is. A pedofilok elleni szigorú fellépésnek, a pedofilok nyilvántartásának, a bevezetésének én voltam az egyik leghangosabb élharcosa annak idején.